itt nagyjából elolvassa az ember a használatutasítást, akkor tudja, hogy mit kell csinálni, és hogyha elhibázza is, ugye mondjuk egy gázpisztoly, és mondjuk véletlenül elsüti otthon, hát akkor azt könnyezni fog, komolyabb baja nem lesz. Tehát itt, mivel emberélet kiutásával semmiképpen nem kell számolni, teljesen fölösleges is lenne bármilyen szigorúság. Most őszintén, te normális vagy, és komolyan gondoltad azt, amit itt a riportban elmondtál? Pontosan ebből adódnak a balesetek. Hogy az emberke hiába olvassa a felhasználó utasítást, nem fogja fel rendesen, mivel a mai generáció nincsen kiképezve, hogy életében katonai szolgálatot látott volna el. Például. A második. Ennyire leszarod a vevőidet? Nem hiába készítettem el a kis videósorozatomat a Pár tipp a kezdők gázfegyver tulajdonosok címmel. Mert tudom nagyon jól, hogy nagyon sok boltban 5-10 percet tudnak szárni a vevőre, de ezek szerint a példád alapján ti semmit nem szántok a vevőre. Az elmondottai, a szavaidat értékeljem úgy, és szándékosan nem szólítanak a nevedem, hogy megveszi az emberke a fegyvert, a gázpisztolyát, odaadja neki, tessék, itt van hozzávalótok, meg a töltények hozzá, húzza picsába, menj a francba. Ezt így gondolod, hogy ez így helyes? Debrecenben akárhány fegyverboltban megfordultam és vásároltam, 5 rohadt percet szántak rám. Szánt rám Tibi bátyám, Józsi bátyám a harmóniába. Szántak rám a Györfi testvérek is a taktikába és az összes ügyfelükre. Ez most lényegtelen, hogy légpuskát vesz, vagy kalasznyikovot. De azt a pár percet rászánják, mert ők úgy teszik le nyugodtan a fejüket a pálnára. De ezek szerint te nyugodtan alszol. Nyugodtan alszol a saját baromságoddal. Lehet, hogy egy kiváló szakember vagy. Mert elismernek, mint szakembert. De mint embert és mint üzletembert nem. Ez így nem működik. Adod a fegyvert, mint a cukrot, tessék! 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 Mindegy, hogy a fószer a felhasználó után pofán lövi magát a saját fegyverével, mert nem tudja, hogy mire kell odafigyelni, mert nem mondod el, hogy figyelj öreg, így veszed ki belőle a tárat, így töltöd csőre, így üríted ki, így feszleinted le, vagy éppen így tudod lefeszleinteni, meg ne használd, ne viselj csőretöltve, mert nem biztonságos, vagy éppen viselj egy csőretöltve, mert biztonságos. Semmit nem mondasz el ezek szerint nekik. Én javaslom, hogy nagyon gyorsan változtassa ezen az üzletpolitikán, mert a köki centerbe szerintem ezek után nem fognak menni hozzátok vásárolni. Ha ezt a videót megnézik. Ja? És ha már adod az arcodat valamihez, akkor add hozzá nevedet is, ne egy álnéven legyél bemutatva a riportba, mert ez ocsmány dolog. Köszönöm a figyelmedet, szervusz!